Jókai Mór a klasszikus értelemben vett magyar irodalom megkerülhetetlen alakja. Neve egyet jelent a magyar regényírással, nem véletlenül lett ragadvány neve a nemzet mesemondója. Azonban, hogy megismerhessük benne jobban az embert, ezért az életéből összegyűjtöttem nektek számos érdekességet, amivel talán közelebb érezhetitek őt magatokhoz. Tartsatok velem! Jókai Móricz. Jókai Mórt eredetileg Jókai Móricz néven anyakönyvezték. Egy anekdota szerint Tóth Lőrinc nevű barátja címzett neki úgy egy levelet, hogy Jókai Mór úrnak, amin az író igencsak begurult és válaszul egy olyan levelet küldött, amin ez állt. Tóth Lőr úrnak. A Mór keresztnevet egyébként Petőfi unszolására kezdte használni az irodalmi életben az 1840-es évektől. Te hallod? Legyél már Mór. Hülye vagy, Petrovics! Vezeték nevét eredetileg Y-nal írta, de 1848. március 15-től I-vel írta a Jókait, ezzel is azt jelezte, hogy nem akar nemesi származásával hivalkodni. Az apa. Jókai Mór nagyon korán, 1837-ben elvesztette édesapját. Az akkor még iskolába járó fiú az apa halála után nem sokkal szintén ágynak esett, és a családtagok már attól tartottak, hogy őt is magához szólítja az úr. De szerencsére nem így történt. Jókai még öregebb napjain is szívesen emlékezett vissza a jó Eszter nénjére, aki ápolta és akkor vigyázott rá. Jóformán neki köszönhette az életét. A korai kelés. Jókai nem igazán volt oda a korai kelésért, mégis már egész fiatalon a tanítója és későbbi sógora, Váhi Ferenc elvárta tőle, hogy hajnali 5-kor már felkeljen és jelentkezzen nála a lakásán tanórára. Az író még idősebb korában is ezt a berögzült szokást őrizte minden reggeli kelésében, ugyanis már reggel 6-kor felkelt, így délelőtt 9:30-ra már befejezte az aznapi regényírást. Az átváltozás. Jókai Mór a pápán töltött tanuló évei alatt elég gyakran panaszkodott erős mellkasi fájdalomra, attól tartott, hogy elkapta a tüdővészt. Amikor hazatért édesanyjához, Petőfi és Orlai Petrik Soma lementek hozzá 3 napra meglátogatni. Jókai anyja ekkor döntött úgy, hogy fiának levegőváltozásra van szüksége, de sürgősen, ezért Kecskemétre küldte jogot tanulni. Az ott töltött évek alatt már egyáltalán nem panaszkodott fájdalmakra, és a kecskeméti éveire boldogan gondolt vissza, mivel úgy tartotta, hogy ő itt vált magyar íróvá. Festmény Petőfiről. 1842-ben Jókai Mór megírta a Zsidó fiú című drámáját, amit egy pályázatra szánt. Viszont ahhoz, hogy leadja, szüksége volt belőle neki egy másolatra. Pont kapóra jött neki, hogy Petőfi Sándor Kecskemétre jött meglátogatni őt 1843-ban. A vándorló költő nagyon rossz anyagi körülmények közt volt, így Jókai megkérte, hogy másolja le neki a darabot. Az író tisztességes honoráriumot akart adni érte, de Petőfi a kész anyag leadásakor ezt nem fogadta el. Jókai Mór ezért lefestette Petőfi Sándort egy olajminiatűrben, amin violaszínű sárga gombos frakban látszott. Petőfi még Pesten töltött évei alatt is büszkén mutogatta a képet barátainak, és azt sem rejtette véka alá, hogy az a bizonyos Jókai Móricz festette róla. Közös otthon. Petőfi Sándor és felesége, Szendrei Júlia 1847. november 4-én költözött Pestre, a Dohány utca 373 számú Schillerház első emeletére. A lakás 3 szobával és egy előszobával rendelkezett. Ezek közül az egyik szoba a konyhán át vezetett, amihez külön bejárat volt. Abba költözött be Jókai Mór. Az ebédet az aranysas fogadóból rendelték, esténként teáztak. Alkohollal sohasem kocintottak. A viszony akkor vált csúfossá, mikor az 1848-as forradalmi események után Jókai feleségül kívánta venni a nála sokkal idősebb Laborfalvi Róza színésznőt, aki egyébként sem a hűségéről volt híres. Petőfi ellenezte barátja döntését, és olyan heves vitába kezdtek, hogy Jókai végül egyedül maradt a lakásban. Petőfiék kiköltöztek.
A képregények. Jókai Mór volt az, akinek nevéhez köthetjük az első magyar képregények megjelenését. A Borsszem Jankó című újság lapjai jelent meg 1865-től az író által szerkesztett rövid történetek összessége. Így a német nyelvterületen elterjedt képaláírásos képregényeket, karikatúrákat is itt mutatták be szép nagy számban magyar nyelven, amiket magyar alkotóként eleinte Jókai Mór írt és időnként rajzolt, amik főleg csak vázlatok voltak, majd a rajzmunkát átadta a Jankó János festőművésznek. A történetek központi alakja egy magyar Miska levű magyar ember, aki a Habsburg önkényuralmi rendszer, később pedig a dualista államberendezkedésben betöltött nemzetiségi társadalmi szerepeket volt hivatott felnagyítva reprezentálni vagy kifigurázni. Ha úgy tetszik, Jókai Mór már a Marvel Comics előtt kitalálta saját szuperhősét, magyar Miskát, aki mindig túljár ellenlábasai eszén és igazságos minden helyzetben. Ha érdekelnek a képregények, látogass el nyugodtan a Fabulous Industries csatornára, ahol főleg szuperhősökkel, gonosztevőkkel és a képregények világával foglalkozunk. Nem fogod megbánni. Botrány. Jókai Mór a magyar irodalmi élet ékessége volt még élete során is. Az első botrányt az első házassága okozta, mivel Laborfalvi Róza, az első felesége jóval idősebb volt nála és botrányos életviteléről ismert színésznő volt. Nem volt egyáltalán hűséges típus, a féltékenykedés sem állt távol tőle. Róza az 1886-ban bekövetkezett haláláig az író felesége maradt. A házassága előtt született lánya, Benke Róza, akinek az apja Lendvai Márton színművész volt. Róza lányát szintén Rózának keresztelték el, viszont az író úgy döntött, hogy lányául fogadja őt. Így lett Laborfalvi Róza, Jókai feleségének unokája, Jókai Mór lánya, Jókai Róza. Jókai Mór 1897-ben találkozott magával a végzetével. Ekkor már 74 éves volt. Egy lány kopogtatott be hozzá, aki színésznő akart lenni, de nem vették fel a tanodába, ezért az író pártfogását kérte az ügyben. Ezt a lányt Grósz, vagyis Nagy Bellának hívták, aki mindössze 17 éves volt. Jókai homlokon csókolta a lányt és kapcsolatai révén elintézte neki, hogy a Nemzeti Színház ösztöndíjasa legyen, azonban onnan hamar elváltak tőle, mert nem találták elég elhivatottnak. Ezután Rákosi Szidi színészpedagógus iskolájában tanítatta térítésmentesen, és csak Jókai darabjaiban szerepelt. A rossz nyelvek már azt rebesgették, hogy szerelmesek egymásba. Hát, 1899-ben a 75 éves Jókai el is vette az akkor 20 éves Nagy Bellát. A házasság kötéskor Bella már terhes volt, és nagyon valószínű, hogy nem Jókaitól. Az író mentességet kapott arra is, hogy a házasság kötési szándékot kihirdessék, ezért ezt a Frigyet eleinte teljes titokban kezeltette. Amint kitudódott, országos botrány lett belőle. Jókai regényeinek eladása rómosan csökkent. Fogadott lánya, aki egyébként Jókai első feleségének unokája volt, Jókai Róza magándetektívet fogadott, hogy megfigyelhesse Bellát, mert gyanakodott arra, hogy kihasználja az írót. Rózának nem titkolt szándéka volt gyámsága alá venni fogadott apját, akiről úgy gondolta, hogy már nem beszámítható. Ezért a friss házasok Festiné Jókai Rózáiktól elköltözve rengeteget utaztak. Az igazi botrányt csak Jókai 1903-ban keltezett végrendelete adta igazán. Végrendeletem. Én, alulírott dr. Jókai Mór, a mai napon a következő végrendeletet teszem. Lelkemet Istennek, poraimat az anyaföldnek ajánlva, teljesen épelmével és testi jó egészségben, minden külső kényszerítés vagy befolyás nélkül vagyonomról eképpen intézkedem elhunytom esetére. Miután fogadott leányomat, Feszti Árpádné Jókai Rózát az őt megillető köteles részen túl is már életemben kielégítettem, különben is részéről életemben sok keserűséget szenvedtem, annál fogva elhalálozásom esetére minden ingó és ingatlan vagyonom és járandóságom öröklésére nézve, általános és egyetlen örökösömmé szeretett feleségemet, dr. Jókai Mórné, született Grósz Bellát nevezem ki. Ezen végrendeletemet saját kezüleg írtam, és aláírtam. Örökösének tehát kizárólag a feleségét, a zsidó származású Grósz Bellát nevezte meg, fogadott lányát kihagyta belőle. Róza 1927-ig kétszer is perelte Bellát, azonban az alaptalan vádaskodással nem ért semmit.
Hiába állította azt, hogy Jókaimort kényszeríthették a végrendelet megírására és valótlanokat állított róla, nem tudta bizonyítani, és a behivatott szemtanúk sem tudták állításait megerősíteni. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó. Hogyha tetszett, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövessél Facebookon, Instagramon is, illetve ha szeretnél támogatni, akkor az a YouTube csatorna tagsági felületén keresztül, illetve Patreonon is megtehetitek. Legközelebb találkozunk, sziasztok!